évszázados természeti megfigyeléseken alapulnak azok az időjóslások, amelyek egy-egy jeles naphoz kötődnek. Február 24-e, Mátyás napja, a néphagyományok alapján a jégtörő Mátyás nevet kapta. Úgy tartja a mondás, ha ezen a napon Mátyás jeget talál, akkor rontja-bontja, töri. Ha nem talál, akkor csinál. Valójában a megfigyelések szerint a Mátyás napi hűvös idő egész évre jó termést ígér. Az idei Mátyás napon a tavakon és a folyók holtágain már nem volt jég, így tehát nem volt mit rontania a jégtörő Mátyásnak. Remélhetően nem válik be az a jóslat, hogy még csinál jeget tavaszig. Ehhez a naphoz kötődik még egy másik népi jóslat is, miszerint ha ezen a napon a halászok csukát fognak, akkor egész évben bőséges zsákmányuk lesz. Mivel a téli időszak után a horgászok közül is sokan kikívánkoznak a természetbe, remélhetőleg néhány csukát is fognak.